Hollandiából kapcsoljuk Gábor Gingiszt, a Holland Mezőgazdasági Minisztérium volt államtitkárát. Jó estét kívánok! Szép jó estét! Hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondjuk, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását úgy akarja csökkenteni a holland állam, hogy államosít. Ezt miért gondolták jó ötletnek? Hát ez szerintem nem nagyon jó ötlet, de gyakorlatilag az a helyzet, hogy a kormány bejelentette, hogy 8 éven belül a felére vissza kell szorítani a nitrogén kibocsátást. Most ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a mezőgazdaságban az állattenyésztők, tehát a tejüzemek és a sertésüzemek a felére vissza fognak esni. Tehát azt jelenti, hogy 50%-kal csökkenni fog a mezőgazdasági termelés, és legalább a gazdáknak a fele be fog zárni. Hát ez borzalom, ez egy tragikus hozzáállása mondjuk azoknak a gazdáknak a munkájához, ahol 2-3 generáció alatt felépítették a saját üzemüket, és most egyszerűen azt hallják, hogy 8 éven belül megszűnsz. Nem beszél arról, hogy maga a tüntetés is körülbelül 40 ezer embert jelentett. Az emberek felháborodása, mondhatjuk azt, hogy jogos, de a kormányzat miért akart ehhez a megoldáshoz nyúlni? Azért van számos olyan módszer, amely még a gazdáknak is elfogadható lenne, vagy jó lenne. Ezzel viszont nem csak az ő megélhetésüket, hanem akár az élelmiszerellátás biztonságát is kockára tehetik. Önnek tökéletesen igaza van, a helyzet azonban az, hogy ez a kormány egy hosszú kormányalakítás után jött csak létre, egy egész kis többséggel a parlamentben, és 4 párt alkotja. Most a 4 párt közül az egyik ezt a megoldást tette célkitűzésé. És ezzel gyakorlatilag a kormánypárti megállapodásba ezt belevitték, és ezt most teljesíteni kell. A kormány ragaszkodik ehhez a megoldáshoz, annak ellenére, hogy borzasztó a felháborodás, és valóban nagyon komoly tüntetések vannak, és nagyon messzire elmegy a közhangulat. A múlt héten volt egy véleménykutatás, és az azt jelentette, hogy a kormány 15 mandátumot vesztett volna, hogyha most lett volna a választás. Tehát egészen világos, hogy a közvélemény ezt nem fogadja el, és nagyon, nagyon drukkolok a gazdáknak, hogy valóban ez az óriási fölháborodás eljut a fülükhöz azokhoz, akik erről döntenek. És szerintem azért ez nagyon komoly megdöbbentő volt, és a kormánynak rá kell jönni arra, hogy ez így nem megy. Államosítani és üzemeket megszüntetni, egzisztenciákat megszüntetni, az egy a mai világban egy elképzelhetetlen valami. A kormány például a tüntetésre, vagy tüntetés sorozatra hogyan reagált? Említette, hogy azt várnák, hogy meghallják a gazdáknak a szavait, de reagáltak egyáltalán bármit? Volt egy fölvetés, amikor a tüntetések már nagyon a csúcsára mentek, hogy legyen egy közvetítő, legyen valaki, aki próbálja a kormány közt és a parasztársadalom közötti kialakult feszültséget feloldani tárgyalásokkal, megbeszélésekkel. És erre a kormány bejelentette, hogy kinevez egy vitavezetőt, de a célok maradnak, és a 8 év alatt 50%-kal csökkenteni kell a nitrogén kibocsátást. Erre az egész mezőgazdasági társadalom azt mondta, így nem tárgyalunk. Tehát még komolyabb és még jobban elmérgesedett a helyzet, mint ami volt. Úgyhogy teljesen pattszituáció van. Hány embert érint most ez a kormány döntés? Becsüli talán a számokat? Azt meg tudjuk pontosan mondani, itt 15 ezer tejüzem van, tehát 15 ezer üzemet, és ezen kívül természetesen a sertés termelőket is, hát abból van 12 millió sertés, tehát azt úgy sejtöm, ugyan 4-5 ezer sertés termelő, tehát 20 ezer családi birtokot, családi gazdaságot érint, de ehhez mindenféle kapcsolódik még, ez nem csak maguk ezek az üzemek, hanem ami körülöttük van, és maga az elképzelés, hogy ezt bevezetik azzal a céllal, hogy a környezetet és a természetet védjék, nagyon kétséges, hogy valóban erről van szó. Tudnék, ez egy modellszámítás alapján lőtt rétve ez az 50%-os csökkentési terv. És a modellek, hát szép-szép modellek, de a gyakorlatban kell megnézni, hogy hol mi a hatás, és hogyan alakult a természetnek az alakulása az elmúlt 10 évben. Ezt nem mérte még föl senki sem. Igen, csak hogyha arról beszélünk, az egész Hollandiát érinti ez a kérdéskör, mert hogyha már kevesebb lesz a kínálat, akár sertésből, akkor onnantól kezdve, amit a boltban találnak, az viszont drágább lesz. Tehát mindenkinek a pénztárcáját érinti.
Hát gyakorlatilag érinti a pénztárcákat, de itt nálunk van 1,5 millió tehén. Na most a kormány szerint ebből lesz 750 ezer, 800 ezer körülbelül, úgyhogy felére leviszi a termelést és az üzemeket is. Viszont az úgy van, hogy mi nagyon sokat exportálunk, tehát az exportnak a kárára is megy, úgyhogy az önellátást azt még nem hozzász veszélybe, de az exportot és a sikeres holland mezőgazdaságot teljesen összerombolja. Mit mondanak a gazdák? Meddig mennek el, hogy ezt a döntését visszavonja a kormány? A végtelenségig mennek el, mert az életükről van szó, az egzisztenciájukról van szó, azt, amit 3-4 generáció alatt fölépítettek, arról van szó, és gyakorlatilag az egésznek az ilyen elhamarkodott bevezetése, az egyik baklövés a másikat követi. Az a térkép, amit oda tettek a javaslat mellé, az egész Hollandiát gyakorlatilag beszünteti, mint mezőgazdasági termelő országot. Úgyhogy a gazdák elmennek a végsőségig, és a legutolsó tüntetés után volt egy nagyon csúnya incidens, ahol a rendőrség sajnos célzottan rálőtt egy kamion, egy traktor vezetőre, és ez 16 éves fiú volt. És gyakorlatilag a szent is vitték a rendőrségre, de már kiengedték, úgyhogy nagyon feszült a hangulat, nagyon-nagyon feszült a hangulat. Mit mond a kormány, vagy egyáltalán, hogyha arról van szó, hogy gazdálkodók, családok egzisztenciája megszűnik és bezárnak, akkor milyen lehetőséget ajánlott fel a kormány arra vonatkozóan, hogy ők éppen a jövőben miből éljenek? Hát ezt kellett volna már régen kidolgozni, mielőtt az egész javaslattal jöttek volna, akkor sokkal értelmesebben lehetett volna erről beszélni, hogy mik a potenciális lehetősége, mire számítanak, és nem azzal kezdeni, hogy a végsőképpen államosítani fogunk, és elkobozzuk a magántulajdonú földeket a parasztoktól. Hát azt nem lehet csinálni. Úgyhogy a kormány pillanatnyilag most lapul, pillanatnyilag az a kormánypárt, amelyik ezt kierőszakolta a tárgyalások folyamán, még mindig köti magát az ebet a karóhoz, és azt mondja, hogy ezt végbe kell vinni, és nem tágítunk se a célról, se az ütemről. A másik két kormánypárt, a négy közül, már kicsit szívja a fogát, és kicsit próbál módosítani javaslatokkal jönni, de hát az még gyakorlatilag, hogyha a célok ugyanazok maradnak, és hogyha a 8 évre tervezett ütemezés is marad, akkor az nem jelent semmit. Gábor Dzsingisz, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra, minden jó.